Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Na most megjelent az Antem, vagyis nem hivatalosan jelent meg az Antem. Á, tudjátok, van egy csomóféle edition, és ha megveszed az egyiket, akkor neked megjelent az Antem, és másoknak nem jelent meg az Antem. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy 22-én jelent meg az Antem, viszont volt olyan szerencse, önpénzem, hogy megvásároljam a 15 és edition is, és belenézek, hogy milyen a Játék, úgyhogy most jön az Anthem, mi változott a demo óta, mit tapasztaltam, hogy milyen a játék ebben a rövid időben, amit játszottam vele, nagyjából 10 órát játszottam vele eddig a játékkörön, hogy őszinte legyek, elég arra, hogy eldöntsd, hogy ez a játék neked való lesz-e vagy sem. Aki ki szeretné úgy próbálni a játékot, annak érdemes előfizetni egy hónapra az Origin Premium-ra, a bézikre, és kap 10 órás hozzáférést a játékhoz, és akkor azzal lehet tolni, és el lehet dönteni, hogy az-e az, -e az Antem, amit megígértek, vagy sem. Na, de addig szeretném elmondani, hogy hogyan látom ezt a játékot. Nagyon szeretném kérni, hogy maradj velem a videó végéig, mert ha csak félig fogod meghallgatni, akkor. Teljesen rossz benyomásod lesz arról, hogy én mit gondolok a játékról. Úgyhogy, ha egy teljes véleményt szeretnél hallani, akkor jobb, ha maradsz, és csak utána hagysz egy kommentet uh, a videó alatt. Szóval, Antem, úgy gondolom, hogy egy én megmondtam neked, bázisra fogja osztani a játékosokat. Az első bázis azt fogja mondani, na ugye én megmondtam neked, és mit fog mondani a másik bázis erre? Na ugye én megmondtam neked. Szóval mind a két bázis, én mondtam neked, hogy ilyen lesz az antem. Mire mondom ezt? Hogy az antemben hatalmas potencia van, ezért az egyik bázis ezt látja, és amikor az antem kiteljesedik egy, egy game persze ez egy hogy is mondjam, lehet, hogy kiteljesedik egy nagyszerű játékkel, mert nem tudjuk, hogy mit akarnak vele a fejlesztők a jövőben, illetve az IE, ugye lehet, hogy kiteljesedik egy játéká, akkor jöhet ez a csoport, és azt mondhatja, hogy na ugye én megmondtam neked, és úgy örülök, hogy ezzel a játékkal már az eleje voltam, és akkor ráverhetjük a mellünket, hogy mi ezzel a játékkal az eleje óta ott vagyunk. És ott lesz a másik csoport, hogyha az Antem netán valami oknál fogva bebukik, és nem lesz olyan sikeres, mint az IE, illetve a BioWare mm. számított rá, akkor jönni fog a másik csoport, és ők sokkal gyorsabban fognak jönni, mert mindenféle kis megrezzenésére, negatív megrezzenésére az Antemnek. A másik csoport jönni fog, és azt mondja, ah, na ugye én megmondtam neked, hogy ez a játék szar, és szar is marad, mert az IE a kiadó, és sajnáljuk a bioware -t. Jelenleg, hogyha bemutatókat néztek az Antemről, ezt fogjátok látni. Lesz az egyik csoport, aki csak a szardolgokat mondja az Antemről, lesz a másik csoport, amelyiket az IE fizet, és csak a jó dolgokat mondja az Antemről. És annak ellenére, hogy az IE fizeti őket, a jó csoportot, annak ellenére nem lehet elmenni amellett, hogy a jó dolgok azok jó dolgok, és ott vannak az Antembe, és igyekeznek azon oldalát világítani az Antemnek, ahol láthatóan a BioWare törődik ezzel a játékkal, és nem úgy tűnik, mint hogyha a nagy semmit alkották volna meg. Miért mondom ezt? És bocsássátok meg, ha egy kicsit össze-vissza fogok haladni a témákat, illetően, mert fölírtam magamnak ilyen cool szavakban, miről szeretnék beszélni, de össze-vissza írtam, hogy jöttek a dolgok. Elsősorban beszéljünk egy kicsit, és most valószínűleg egy kicsit a negatív oldalát érintjük meg a dolgoknak. Beszéljünk egy kicsit a demóhoz képest az irányítás. Egy fokkal jobb lett, de még mindig nem estem hanyat magam. A tökéletes irányítás a Star Wars Battlefront 2 űrhajó ö, csatáknak az irányítása lenne egérre. Controller még mindig nagyszerű az irányítás, szóval a vízben való irányítás is egy kicsit jobb lesz. Általánosan azt kell elmondani, hogy így a 15 i megjelenés után az irányítás fantasztikus lett. A 20, hát ahhoz képest, ami volt a demóban, jó? A 22 i megjelenése egy újabb patch fog jönni, nem feltétlenül hogy csak az irányítást fogják kiavítani, de egy jó pár dolgot, amire kicsit később rátérek. Na most az, aki... Úgy gondolta, hogy drágák lesznek a a skinek, amit valódi pénzért meg lehet vásárolni, az jól gondolta, és igazunk volt ebben, és valóban tényleg eredetileg úgy tervezték, hogy legalább 20 dollár lesz egy skin, de bejöttek attól, hogy ezt a játékosok felfedezték, és rögtön levitték 10-8 dollár környékére ezeket a skineket, ettől függetlenül szerintem még mindig drága, és azt, ahhoz képest, hogy a játék mennyi uh, játékbéli pénzt ad, mert ugye mindent ingyen elérhetsz, de ahhoz farmolni kell nem keveset, mert a küldetések nem adnak túl sok pénzt ahhoz, hogy te gyorsan egy, egy megfelelő tempóban uh, fejlődj, skinek terén, szóval grindra fel kell készülni, mert... Uh, egyszerűen nem, nem lesz olcsó, főleg, hogyha nem akarsz pénzt költeni erre az egészre, a kinek nem lesz. De még szerintem, ha pénzt költesz az egészre, még, még az is olcsó. Tehát nem értem, hogy a Warframe 4 dolláros skinjeivel tökéletesen megérde az iének, ez sem elég, és ők 8 dollárra akarják inni. Úgy gondolom, hogy 8 dollár még mindig drága. Egy olyan skinér, ami igazából nem is néz ki olyan jól. Szóval a játék nagyon konzervatívan és hagyományosan bánik a színezéssel, hogy őszinte legyek. Semmi eldurvult, semmi nagyon extravagánsat nem lehet kihozni a Javelinekből, ez látszik. A színezésből, úgyhogy ehhez képest, hogy mennyire konzervatívan bánik a színekkel, Ehhez képest szerintem 8 dollár, egy kicsit drága, azért is simaszkineket vegyünk. Ettől függetlenül a játékban jól néznek ki a dolgok, tehát a karakterek maguk jól néznek ki. Csak, hogy 8 dorát elköntsek egy nagyon konzervatív hozzáálláshoz a skinekkel, az egy kicsit uh, drágának tartom. Szóval, mikrotranszakciókról ennyit részemről kilőve a téma. Könnyítettek a szinteken. Úgy vettem észre, hogy a normál most már easy, és a hard az most már a régi normál, ami a demóban volt. Viszont könnyű volt végigmenni ugyanazon a pókos dungeon amit a, a, a demóban csináltunk. Uh, Hát nem tudom, hogy ez jó vagy sem hogy őszinten legyek, ugye már a Grandmaster 3 szinten is könnyítöttek, azóta még egyszer, mert 3500 levitték 950-re, 950-ről 850-re, most a 3500 és a 950 között, hogy volt-e valójában valami különbség, azt sosem tudjuk meg, mivel ugye a Grandmaster 3 szinten nem lehetett játszani a devlóval lehet, hogy csak a 3500 helyett csak 950-et írtak, de a maga az NPC-knek az élete, életértéke az még mindig ugyan de azóta annyi biztos, hogy a 950-re, 850-re levittek, valami ilyesmi. Szóval könnyítettek, és ez érezhető is, a fegyverek sebzésen érezhető, hogy könnyebb a játék, azt kell mondja, hogy most rendben van, hogy gyengék vagyunk, hogyha késő most már tényleg elkezdünk epic cuccokat összegyűjteni és kapni, meglátjuk, hogy hogyan fogja ez befolyásolni a játékot. Egyel, egyelőre nem érzékelem negatívumnak ezt az egészet. Valószínűleg Grandmaster szinten így is eléggé ö, nehéznek fog hatni a játék ami növelheti a játékosok frusztráció faktorát, mert végülis az enyémet eléggé növelte, az az egyszerű és nagyon apró dolog, hogy a küldetések és a dungeonok közben, hogyha beérsz egy respawn restricted ériába, és véletlenül megfekszel, akkor nincs respawn. És ha egy csapattársad AFK, miközben a többivel ti fekszetek, afk nem tudsz sehova sem kimenni, se a menüben, se a térképbe, se semmi, alt f 4 kell a játékot. Ahhoz, hogy ki tudjál lépni, mert hogy valamelyik csapatásod AFK és a játék addig várat. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy ezt uh, sürgősen kiavítják. Ez nagyon nem tesz jót a játéknak, és a töltőképernyőket meg se említem igazából, mert az 22-én elméletileg le fogják csökkenteni, szóval nem lesz annyi, vagy annyi lesz, de rövidebb ideig fognak tölteni a dolgok, remélhetőleg. A demóhoz képest Fort Tarsis, a bázisunk, az nem változott. Körülbelül úgy néz ki, mint egy bőrszági csendes falu 35 fokban vasárnap délután. Senki nincs az utcán ahhoz képest, mint anno a trélerben láttunk. De azt hiszem, hogy most már ilyen az antem. Fogadjuk el, szép és jó. Szóval nem lehet elmenni abban, hogy ebben a játékban vannak frusztráló dolgok. Igen, a játék repetatív. Ugyanazt fogod csinálni. Oda mész, lelövöd, összegyűjtöd, behelyezed, lelövöd a boszt, és tovább mész. Szóval sajnos tetszik, vagy nem tetszik, ez is egy RPG játék, amiben vannak repetatív dolgok. Na most, és itt jön a fordulatpont, úgyhogy hashtag macskabugyi, hogyha velem vagy még, mert innentől változik a dolog, hogy én mit gondolok valójában erről a játékról. Azt gondolom, illetve én szeretnék ahhoz a táborhoz tartozni, az én megmondtam neked, hogy ez a játék jó lesz. Táborhoz szeretnék tartozni, mivel látom, hogy az Antenben van potencia, és a játékhoz így állok hozzá. Annól, amikor megjelent a Warframe, Pontosan ugyanilyen üres volt. anna, amikor megjelent a Destiny 1, amíg a Taken King ki nem jött, a játék üres volt. Amíg meg nem jelent a Destiny 2, uh, amíg meg nem jelent a Destiny 2-ben mondjuk a Forszéken, addig a Destiny 2 uh, is viszonylag üres volt. Az Anthem jelen pillanatában viszonylag üres, úgyhogy ha most akarod -e elkölteni a pénzedet, akkor inkább vedd meg a, a Metro Exodus-t mert jobban jársz vele. Egy-két hónap múlva vedd meg az antemet, és nem maradsz le semmiről. Tényleg nem maradsz le semmiről, hogyha egy hónap múlva, vagy két hónap múlva uh, veszed meg a, az antemet. Jelen pillanatában a játék nő, a játéknak nőnie kell, olyan, mint egy gyerek. Még sok-sok tartalom kell bele menjen ebbe a játékban az, hogy tökéletes legyen. Szeretném, hogyha ez a játék, vagy szerettem volna, hogy ez a játék sokkal több kontenttel jön ki, mint amit jelenleg ajánlani tud. Mert akkor egy olyan játéknak, mint a, a Warframe, a Division 2, illetve a Destiny föl kellene kösse a gatyáját, és nagyban versenyeznie kellene ezzel a játékkal. De így ezek a királyok, akik jelenleg is a trollon vannak, Egyáltalán nem kell félniük. Most legalábbis nem kell féljük. A Warframe-et például egy Antem ebben jelen állapotában meg se közelíti abban, hogy letaszítsa a trollor szóval a játék még gyenge, de alakulni fog, és ez már látszik az első havi Content release Uh, bel is, hogy lesz valami. Az első hónap sokat fog eldönteni az Antenne-ben. mert akkor megint lesz két tábor, aki azt mondja, egy volt, ezt, ez kapjuk -e egy live szerviszért, ezt, ez kapjuk folyamatával, ilyen, ilyesmik lesznek. Lehet, hogy lesz egy ilyen tábor, aki mm. ezt mondja, hogy egy volt, és lesz ez a tábor. Na jó, ez elég volt, nekem ez kell, várom a többit. Szóval, egy, hogy is mondjam, nem vagyok se boldog tőle, se agyon volt. látom a játékot, hogy mi és hova alakulhat, és az egész tényleg a, a fejlesztő csapaton fog múlni. Srácok azt hiszem, hogy uh, egy lett volna. Illetve még azt még azt tudom mondani, hogy, hogy a Twitterükön, a fórumaikon uh, a BioVer az nagyon-nagyon válaszol. A különböző kérdésekre és aggodalmakra, amit a játékosok felvetnek, és látszik, hogy figyelnek oda. Szóval az összes uh, negatív dolog mellett, amit felsoroltam, hogy jelenleg frusztráló a játékban, és ez csak egy pár, hogy őszinte legyek, de egy-két dolog. Uh, mindezek mellett látom, hogy a fejlesztők akarják, hogy a fejlesztők szeretnék, és én azt mondom, hogy adjuk meg ezt az esélyt a fejlesztőknek. Uh, jelen pillanatban, akinek csak egy játékra van pénze, ahhoz inkább vegye meg a metrót, mert, mert az egy nagyszerű játék, és később, hogyha lesz pénzed, vedd meg a, az antemet, mert nem fogsz lemaradni semmiről, úgyis uh, úgy igazából. Szóval, ja. Egyi. Uh, ja, és ugye ott van még az az opció, hogy a basic megveszed egy hónapba, Origin Premium Basic, megveszed egy hónapba, egy hónapra, és kipróbálod 10 óráig, és könnyen el tudod dönteni. Srácok, de tényleg, posa, ennyi lett volna, ha egyetértesz velem, tetszett a videó, dobj egy like iratkozz fel, nyomd rá jelecskére. Discord szerverünkön van on them. lehet csatlakozni, gyertek, bárki számára elérhető, keressetek csapatokat, csapatokat magatoknak ott. Uh, ja, ennyi, ennyi lett volna, uh, várom a kommenteket, ti hogy látjátok, mi a véleményetek a játékról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!